Látványos képi és hanghatások, mindenféle bemutató eszköz, hol vidám hangulatot, hol pedig döbben csendet váltott ki a jelenlévőkből, és mindez a kábítószer fogyasztás megelőzését, azaz a drogprevenciót szolgálta. A Sátorai Jóihelyi Latabár Árpád Színházban egy nem mindennapi előadás keretében neves vendégelőadó, a Budapesti Rendőrtiszti Főiskola adjunktusa valós esetek kapcsán hívta fel a figyelmet az elsősorban a fiatalokra leselkedő veszélyekre. Így például az ittas vezetésre, a dohányzásra és a drogfogyasztásra. Járom az országot folyamatosan, állandóan, amikor szabad napom van, tehát nincs a főiskolán órám, akkor azonnal megyek Miskolctól kezdve, Kisvárdán keresztül, Pécsen át, mindenhova járok. És ahogy utólag elmondják a kísérő tanárok, vagy a szülők, vagy a rendőrök, hogy a gyerekek meghallják, hogy már megint kábítószer, tele van a pupom már ezzel az információval és ezzel az egésszel, aztán utána ide eljönnek, akkor nézik, végigülik a 120 percet, mert ez kemény két óra, és úgy végigülik, hogy nem mennek ki pisilni, mert figyelnek, és a végén, amikor kimennek, akkor azt mondják, hogy hát nem erre számítottam. Ez a program annak a drogprevenciós törekvésnek a részét képezi, amelyet Sátorai Jóihelyváros önkormányzata hirdetett meg a Drogmentes Holnapért címmel. Az önkormányzatnak van egy bűnmegelőzési tanácsa, ami kimondottan feladatú tűzte ki, hogy csökkentse a bűnözést, a bűnözésnek egyáltalán lehetőségét, és ehhez minden lehetőséget megadjon a szabad így fogalmaz, a veszélyeztetett, leginkább veszélyeztetett körnek, és ebbe érzésem szerint a diákok tartoznak bele a leginkább, és például ilyen programok kapcsán is hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy mivel jár az, hogyha tiltott pályára lépnek. A megelőzés fontosságát a program partnere, az ANTS is kiemelte. Az ANTS megelőzéssel is foglalkozik. Ez a programsorozat a fiatal korosztályt érinti, ahol a megelőzés nagyon fontos szerepet játszik, hiszen statisztikai adatokból kiderül, hogy ma már ugye nem a fertőző betegségek jelentenek nagy veszélyt számunkra, hiszen ezeket ügyesen leküzdjük, hanem a nem fertőző betegségek, ide tartozik a drogfogyasztás is. A látványos és hatásos előadást a Sátorai Jóihelyi és a Bodrogközi kistérségben élő fiatalok is megtekinthetik majd. Az előzetes visszajelzések alapján mindenhol teltház előtt mutathatja be előadását a neves agyunktus.